Támogatás, lezárult az energia megtakarítást eredményező önkormányzati pályázat. Szúnyoggyérítés, a következő napokban is írtják a rovarokat. Police Café, bűnmegelőzési javaslatokkal látták el a paksiakat. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket! Lezárult a panel és a hagyományos technológiával épült lakások energia megtakarítási beruházásainak önkormányzati támogatását célzó pályázat. Összesen 104-en nyújtották be a pályázatukat június 9-én. Támogatásukra 40 millió forintos keret áll az önkormányzat rendelkezésére. Képviselőtestületi döntés várhatóan augusztus végén születik majd. Az iparosított és a hagyományos technológiájú épületek tulajdonosai az idei évben is pályázhattak energia megtakarítási beruházásaik támogatására az önkormányzatnál. A pályázatok beadási határideje június 9-e volt. Ezen a napon már korán reggel sorban álltak a Városháza előtt a jelentkezők. Összesen 104 pályázat érkezett a hagyományos és iparosított energiakorszerűsítéshez. 9 pályázat társasházaktól, illetve 9 érkezett iparosított technológiával épült házakhoz, illetve 95 darab hagyományos technológiával épült házakhoz. Ezek az adatok azt is mutatják, hogy a nagyobb társasházak többsége már korábban élt a támogatási lehetőséggel. Az idén 40 millió forintos keret áll az önkormányzat rendelkezésére. A pályázat népszerű az ingatlan tulajdonosok körében, közel 51 millió forintos igény érkezett be. Ez egy határozottan népszerű program itt Pakson, amivel egyrészt tudjuk támogatni a háztartások anyagi kiadásainak csökkentését, másrészt pedig összességében az energiafelhasználást tudjuk belőle korlátozni, ami nagyban hozzájárul a városi klímacélok és a zöld város stratégia teljesüléséhez. A pályázatok feldolgozása összetett munkát igényel a hivatal szakemberei részéről. Megnézzük, hogy a pályázati felhívásban, illetve a rendeletben elértek a teljesítették a pályázók, tehát hogy valamennyi dokumentum csatolásra került, megfelelő az ajánlat, ami mármint az árajánlat a pályázathoz, amit ugye előírtunk, arról szól-e az ingatlan tulajdon viszonyai a megfelelőek a pályázati kiírásnak, minden ezt igazoló dokumentum csatolásra került, az megfelelő ugye a kiírás kapcsán, és amennyiben hiánypótlásra van szükség, akkor hiánypótlási felhívást küldünk ki. Ezt azért kolléganőim meg szokták még egy kicsit gyorsítani, hogy aki a telefonszámot fel tudja hívni, és akkor előre leegyezteti a hiánypótlást. Akinél nincs szükség hiánypótlásra, annak kiküldik a befogadásról szóló értesítést, ezt követően saját felelősségre megkezdhető a beruházás. A feldolgozást követően az anyagokat előkészítik döntésre az augusztus végi képviselőtestületi ülésre. A felhívás alapján ugye elő van írva, hogy mennyi a pályázati összeg, ha több cél van, akkor több támogatási forrást tud igénybe venni, illetve még azt kell megnézni, hogy ugye van egy ilyen korlátunk is, hogyha már vett igénybe támogatást, és mondjuk az akkor hatályos rendelet alapján még nem használta ki a keretet, akkor még tud igénybe venni támogatást, ezt ugye mindig leellenőrzik, hogy arra, amire beadott igényt, az úgy valós-e, azt még igénybe tudja venni, az a költségvetése vagy árajánlata alá van-e támasztva, tehát ennek alapján tudjuk a támogatási összegeket leellenőrzni, meghatározni, hogy a rendeletnek megfelelően igényelte meg a támogatást. Többször előfordult már, hogy el kellett utasítaniuk pályázatokat, vagy mert a pályázó korábban már kihasználta a keretet, vagy az ingatlan tulajdonviszonya használata nem volt megfelelő. A testületi döntést követően a támogatottakat személyesen tájékoztatják az elszámolás feltételeiről, és megtörténik a szerződéskötés. A következő napokban az ország 13 régiójában földi kémiai szúnyoggyérítés lesz, a Duna teljes szakaszán, így Pakson is. A katasztrófa védelem közleménye szerint az elkövetkezendő 3 nap alatt Tolna megyében összesen 5795 hektáron folytatódik a szúnyogok gyérítése. A földi kezeléseket napnyugta után kezdik a szakemberek, így a méhekre és más nappal aktív rovarokra nem jelent veszélyt a művelet. Szúnyoglárvák százezrei a vízben, a kifejlődés után szinte azonnal megkeserítik az emberek életét a vérszívók. A katasztrófa védelem koordinálásában most 3 napon keresztül Tolna megyében összesen 5795 hektáron folytatódik a szúnyogok kémiai gyérítése. Melegköd képzéses megoldás, így gyakorlatilag a furcsertekre forrasztják ezt a pirethoid tartalmú termetszert, és a fő hozzáadásával segítik még hatékonyabban kijutatni a környezetre, főképp az erős
erősen növényzett borított területeken hatékony. Annyi hátránya van, hogy a forgalomban például nem célszerű ezeket, vagy a juktásprekszen, tehát nagyobb sűrűben lakott területeken ezt nem célszerű használni, ugyanis a látási körülményeket ez valamilyen szinten ugye gátolja. Van olyan módszer is, amelynél a permetfelhő csak kismértékben észlelhető, a közlekedést nem zavarja, ezért forgalmasabb, városias területeken elsősorban ezzel az eljárással találkozhatunk. A következő napokban az ország 13 régiójában földi kémiai gyérítést végeznek a szakemberek. A Duna teljes szakaszán, így Pakson is látható lesz az esti órákban a kötképző berendezés. Most 15-én Pakson, Madocsán és Bölcskén, ezen a három településen összesen 1550 hektárt fog érinteni. Ez a kémiai úton történő gyakorlatilag írtás. Amit ugye mondtam, ez az, ahol egy gépjármű platójára lesz elhelyezve, ez az eszköz, és erről fogják majd nagyságrendire Pakson, ez 900 hektárt érint majd ez a terület, ahol ennek az írtó permetszernek a szabadba juttatása megtörténik. A felhasznált készítmény a kijuttatott mennyiségben emberekre, melegvérű állatokra, növényekre ártalmatlan. A katasztrófa védelem szerint a földi kezeléseket napnyugta után kezdik a szakemberek, így a méhekre és más nappal aktív rovarokra sem jelent veszélyt a művelet. Búcsús szentmisit tartottak a Jézus Szíve katolikus templomban július 13-án vasárnap. Az ünnepi szentmisit Felföldi László pécsi megyés püspök celebrálta. Itt járt akkor megerősítette, hogy az egyházmegye folytatni kívánja Pakson az intézményfejlesztést, az előkészítő munkák utolsó szakaszába érkeztek. Bízik benne, hogy a végső simítások után végre elindulhat a kivitelezés. Ünnepi alkalomra gyűltek össze a Jézus Szíve katolikus templomban az egyházközség tagjai június 13-án. Az idei búcsús szentmisét Felföldi László pécsi megyés püspök celebrálta. Az ember életének a Biblia szerint is, és a legmodernebb tudomány végre ugyanazt igazolja, két központja van minden embernek. Az ész, az értelem és a szív. Ezt érezzük mindig, csak nem merjük jól megfogalmazni. És tulajdonképpen ez adja az emberi életnek a feszültségét. Az ünnep az mindig egy kicsit általános, és mindig rendkívüli. És kell bele rendkívüli. Minden vasárnap egy szép családban ünnep. De néha névnap van, születésnap van, valamire figyelünk, házassági évforduló, akkor az ugyanúgy egy vasárnapi esetleg, de mégis ne erősebb. A templom búcsünnepe ilyen. Egy ugyanolyan vasárnap, mint bármelyik, de mégis más, mégis több, mégis élőbb, és most pont a szívre figyeltünk, hisz mindennek ez a mélye titka az emberi életnek, a családnak, a közösségnek, és Jézus Szíve ünnepe valahol arra ébreszt rá bennünket, hogy hogy is élek én az én szívemmel. Felföldi László februárban járt első alkalommal Pakson, akkori látogatásának célja elsősorban az volt, hogy megismerkedjen a katolikus egyház által fenntartott paksi oktatási és nevelési intézményekkel, valamint egyeztessen azok vezetőivel. Ahogyan akkor, úgy most is megerősítette a püspök az egyházmegye fejlesztési szándékait. Még mindig az előkészületi időben vagyunk, de bízom benne, hogy nagyon rövid időn belül tudunk lépéseket mondani. De ez a csöndes előkészület, mint mindenben az életben, minden területen, ezek mindig csöndesek, háttérmunka, háttértevékenység, de a legfontosabb. A látvány az látvány lesz, de ezt kell most nagyon jól, alaposan átgondolni, előkészíteni. Tehát még időpontokat nem merek, nem tudok mondani, de nagyon jó irányba haladunk, és ez a fejlesztés már a saját útján van. A Balogantal katolikus iskola bővítésének tervezése hamarosan befejeződik, és a végső simítások után elkezdődhet a munka látványos része, a kivitelezés, hangsúlyozta Felföldi László. A pécsi megyés püspök hozzátette, nagyon örül, hogy Pakson az iskolában és a templomi közösségben már elkezdődött a lelki, belső kivitelezés. Fel kell építeni a falakat, és azután mindenki gyönyörködni fog a külső és belső értékekben egyaránt. Felföldi Lászlót idén januárban iktatták be hivatalába, azóta folyamatosan járja az egyházmegyét. Nagyon sok egyházközséggel találkoztam még, de nagyon sok egyházközséggel való találkozás
vár rám, hátra van. Természetes, hogy ennyi idő alatt nem tudtam mindenhova eljutni, de ezt tudtam, és mindenki tudja, hogy itt csak lépésről lépésre lehet haladni, de nagyon-nagyon szép közösségeket, munkatársakat, világiakat, papokat ismerek meg, és egyre reményteljesebb a szívem ebben az egyházmegyében. A teljes búcsú szentmisét szerda este tekinthetik meg a Telepakson, a műsor kezdési időpontja 21 óra 40 perc. A Paksi Atomerőmű tájékoztató és látogató központja, valamint az Atomenergetikai Múzeum örömmel értesíti az érdeklődőket, látogatókat, hogy 2021. július 1-én csütörtökön újra megnyitja kapuit a védettséget igazoló okmánnyal, applikációval rendelkező látogatók előtt. Ennek értelmében a www.atomerőmű.hu weboldalon található regisztrációs felületen 2021. június 17-től ismét lehet időpontot foglalni különböző szervezet programjaikra. Egyéni látogatásra nyitvatartási időben hétköznapokon 8 és 15 óra, szombaton pedig 9 és 13 óra között van lehetőség. A látogatás napján az aktuális járványügyi szabályokat vegyék figyelembe, valamint hozzanak magukkal védőmaszkot, illetve a védettséget igazoló okmányukat. Az újranyitásról csütörtöki híradónkban bővebben beszámolunk. Két napon át várta a Police Café az érdeklődőket a Paksi Rendőrkapitányság épülete előtt június 14-én és 15-én. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kisbuszában egy kávé elfogyasztása mellett bűnmegelőzési javaslatokat hallgathattak meg az arra járók, akik a biztonság technikai eszközök használatába is betekintést nyerhettek. Folyamatos volt ezeken a napokon a Bike Safe akció is, amelynek keretében kerékpár regisztrációra adódott lehetőség. Részletek a szerdai híradóban. Hazai pályán 1-1-es döntetlent ért el, de 2-1-es összesítéssel Gerjen jutott fel a Lőrincivel szemben az NB3-as labdarúgó bajnokságba. A Tolnamegyei alakulat legutóbb 30 éve volt a harmadik vonal tagja Magyarországon. A Tolnamegyei első osztály bajnoka a Gerjen labdarúgó csapata Heves megye legjobbjával a Lőrinci VSC-vel küzdött az NB3-as tagságért június első két hétvégéjén. A párharc első felvonását Lőrinciben rendezték, ahol Steinbach góljával a Gerjen nyert 1-0-ra, így igazán jó pozícióból várhatta a visszavágott Buzás Attila alakulata. A Dunaparti településen a hőség és a tét miatt az első 45 perc 0-0-val zárult, de ha Kófiás a 19 és a 24. percben berúgja hatalmas zicsereit, megnyugtató előnnyel vonulhatott volna szünetre a hazai alakulat, de a szélvéziós gerjeni legény kihagyta lehetőségeit. A második félidőben ismét Steinbach góljával került közelebb a feljutáshoz a házigazda, de a felhőtlen öröm nem tartott sokáig, Bogdán közeli találatával 1-1-re alakult az állás. A hajrában az egyre jobban fáradó és kinyíló vendégek ellen sorra dolgoztak és hagyta ki helyzeteit a Gerjen, de a 88. percben a látogató is megnyerhette volna a meccset. A találkozón azonban újabb gól már nem esett, így 1-1-jel zárult a párharc második felvonása. A Gerjen a Lőrinci ellen 2-1-es összesítéssel feljutott az NB3-ba. A lefújást követően a felnőtteknek a megye bajnoki aranyérmeket és a megyei harmadik helyezett ifjúsági csapatnak a bronzérmeket Süli János miniszter és Romhányi Károly Gerjen polgármestere adták át. Szeretnék gratulálni a klubunk nevében a győztesnek, megérdemelten jutottak az NB3-ba, nagyon szimpatikus, nagyon jó csapatot ismertem meg bennük. Sajnos mi otthonján rontottuk el ezt a párharcot, ott nagyon mérséket teljesítmény nyújtottunk, itt azért úgy néz ki, hogy az értékelésem szerint azért a csúcson voltunk, tehát azért itt egy ilyen csapat ellen, ilyen kiélezett helyzetben jól futballoztunk, de még egyszer mondom, hogy én úgy érzem, hogy nagyjából két egyforma képességű csapat csapott össze a két mérkőzésen. Nem azt mondom, hogy ők szerencsével jutottak tovább, mert abszolút nem, megérdemelték a továbbjutást, esetleg az NB3-at. Nekimentünk ennek a bajnokságnak egy kis késéssel, és nagyon sokat dolgoztunk. Valóban nagyon nehéz volt a bajnoki cím, de hozzá kell tegyem, hogy több alkalommal is megnyerhettük volna. Voltak olyan találkozóink, amikor már korábban is olyan előnyre tettünk volna szert, amiből úgy gondolom, hogy egy könnyebb siker is lehetett volna, de a volna nem játszik a fociba.
A lényeg az, hogy csak úgy, mint a mai, illetve az elmúlt hétvégi találkozón is olyan minőségű és mennyiségi helyzetet hagytunk ki, ami meghatározta a sorsunkat. Ez ma is kicsit nehézé tette ezt a találkozót. Egy jó, izgalmas mérkőzés volt, amiért csak hálával tartozunk a Lőrincinek, és hiszen egy jó meccs, ez egy jó ellenfél is kell. Izgulni kellett, ez igaz. De így szép. A Gerjen-Lőrinci mérkőzésről bővebben, további interjúkkal, híradónkat követő Lenlátó című sportmagazinunkban láthatnak összefoglalót. Kedeste túlnyomóan derült idő várható, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12-16 fok között alakul. Szerdán napközben túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!